Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szolgáltatók magazin műsorunk. Négy témával várom ma este önöket, lássuk a rövid tartalmat. Taműhelyi nyílt napot tartott az LUK Szavária Kft. Egyre több a társasházi rongálás. Ma esti műsorban bemutatjuk a Kronberg és Schubert Kft. Már 25 éve töretlen sikertörténetét, és beszélünk a távfűtésről is. De természetesen nem azért most itt a nyár közepén, mert tegnap óta majdnem 20 fokot csökkent a hőmérséklet. Vannak nagyon fontos kérdések, hogy miről lesz, az hamarosan kiderül. Most viszont az első összefoglalónkat, illetve bejátszásunkat láthatják. A piacképes szakma megszerzése, a képzés során háromféle ösztöndíj, a sikeres vizsga után pedig biztos munkahely várja az LUK Szavária Kft.-hez jelentkező diákokat. A nagyvállalat rendkívüli tanműhelyi nyílt napon mutatkozott be az érdeklődőknek. Az LUK Szavária Kft. 1997-ben kezdte meg a termelését Szombathelyen. Akkor mindössze 100-an dolgoztak a kuplunggyártással foglalkozó vállalatnál. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően már a világ minden tizedik új autójába itt készült termék kerül, és a gyár a megye legnagyobb foglalkoztatójává vált. A létszám elérte a 3000 főt. A munkaerő utánpótlás a nagyon alacsony munkanélküliség miatt nem könnyű. A szakember képzés fontosságát a nagyvállalat már 2005-ben felismerte, ezért hozta létre korszerű és azóta is folyamatosan fejlesztett a műhelyét, ahol most már gépi forgácsolókat és automatikai technikusokat képez. Nagyon modern gépek, ipari kivitelű gépek, tehát nagy teljesítményre képesek. Minden gépünk digitális kijelzővel rendelkezik, ami annyit jelent, hogy a tanulók akár 1 század milliméter pontossággal tudnak rajta dolgozni. A forgácsoló tanműhelyben nem csak a korszerű gépeket, hanem a tanulók által készített alkatrészeket is megnézhették az érdeklődők. A nagyvállalat rendszeresen tart nyílt napokat az álláskeresőknek és a pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak is. Most elsősorban érettségizettek számára szervezte meg nyári tanműhelyi nyílt napját az LUK Szavária Kft., de jöttek fiatalabb érdeklődők is szüleikkel együtt. Van egy 7-es, vagy hát jövőre 8-as fiam, és próbálunk megfelelő szakmát, vagy megfelelő képzettséget keresni, tehát kutakodni. Jártunk több helyen, és ezt is megnéztük, hogy ez mi. Tehát még nincs kimondott célunk, hogy műszaki terület, vagy mi, tehát a kutakodás szakában vagyunk. Az autószerelő apa azt mondja, fiát érdeklik az itt elsajátítható szakmák. Úgy látja, az elmúlt években kevésbé volt vonzó a szakképzés a fiatalok számára, mint mikor ő szerezte meg végzettségét. Akkor még rengeteg szakmunkája volt, most viszont azt látom, hogy mindenki csak elméleti sikon próbál gyerekek tovább tolni. Ugye mi sem döntöttük még, én azt mondom neki, hogy amíg lehet, addig tanuljon, de nem állt, hogyha van egy szakma is a kezében. A kuplunggyárként ismert LUK Szavária Kft. Ma már számos, az autógyártásban nélkülözhetetlen terméket állít elő, és az összeszerelésen kívül alapanyaggyártás is folyik Szombathelyen. A nagyvállalat tevékenységét, képzéseit, a karrier lehetőségeket és a juttatásokat is részletesen ismertették a nyílt nap résztvevőivel. A képzés során ösztöndíj programban tudnak részt venni a tanulók, különböző szerződéseket, tanulmányi szerződéseket kínálunk a diákjainknak, illetve mivel hiány szakmákat oktatunk, ezért egy állami ösztöndíjban is részesülnek, és így a képzés során már egy viszonylag jó támogatottságban vesznek részt, és azok a tanulók, akik megtanulják ezeket a szakmákat, a vállalatnál munkaerőként tudnak elhelyezkedni a szakmai bizonyítványok megszerzését követően. A tanműhelyben végzett tanulóknak különböző területeken tudunk munkalehetőséget biztosítani. Gépi forgácsoló szakmával a forgácsolóként tudnak elhelyezkedni leginkább a tanulók, de akár a szerszám üzemben, egyedi gyártás területén is munkába tudnak állni, és aki vállalja, hogy munka mellett adott esetben tovább képzi magát, annak akár külföldi kiküldetés, illetve további karrier lehetőség is biztosított. A tervek szerint az új tanévet 52 tanulóval kezdik. Most először a nagyvállalat érettségi utáni gépi forgácsoló képzést is indít. Az automatikai technikus szakmában 2 éves képzésről beszélünk, illetve a gépi forgácsoló szakma is egy közismereti képzés nélküli képzési forma. Ezáltal, hogyha valaki érettségivel rendelkezik és úgy jelentkezik gépi forgácsolónak, akkor 2 év alatt tudja ezt a szakmát megszerezni.
A következő tanévtől 2 10 fős gépi forgácsoló csoportot indítanak, az egyiket az érettségizett fiatalok számára. Az elméleti képzés a Puskás Tivadar szakképzőiskolában, a gyakorlati oktatás pedig a nagyvállalatnál történik. Györeg Imre például Tapolcáról jött el a nyílt napra. Én már beadtam a jelentkezési lapomat az iskolába, és kíváncsi voltam, hogy milyen a gyakorlat cégnél. Ebben az automatikai oktatóteremben is a legkorszerűbb eszközök állnak a tanulók rendelkezésére. A szakma elsajátítását mindenki számára hozzáférhető e-learninges tananyag is segíti. Eddig az LUK tanműhelyeiben 138-an szereztek szakmát, a tanulók közel 80%-a jelesre vizsgázott. Az oktatók ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek az alapos felkészítésre, diákjaik rendszeresen vesznek részt sikerrel az országos szakmai versenyeken is. A nyílt napon a felvételi tesztet is megírhatták az érdeklődők, az érettségi utáni gépi forgácsoló és az automatikai technikus képzésekre szeptemberig fogadják a jelentkezéseket. Kedves nézőink, ahogy a híradónkban is beszámoltunk már róla, egyre több gond, rongálás történik a társasházaknál, állítja a BEM Lakás Szövetkezet elnöke, a tettes pedig általában ismeretlen marad. A lakók nem figyelnek kellően, vagy nem jelzik azonnal, hogyha ilyet látnak. Jellemzőek az ajtó és lépcsőházi rongálások, pedig egy 10 emeletes ház egyetlen lépcsőházának festése is milliós tétel lehet, amelyet bizony a lakóknak kell megfizetni. A város egyetlen 14 emeletes házának ajtaján jól láthatóak a rendőrségi helyszínelés nyomai. A BEM Lakás Szövetkezet a napokban cseréltette újra a hatalmas igénybevételtől elhasználódott régi ajtót. Az új nyílászárót azonban ismeretlenek egyszerűen eltávolították, mondhatni ajtóstól rontottak a házba. Az ajtó neki volt támaszva tokostól a falnak, ő elmozdította az ajtót azért, hogy ne tudja jönni. A takarító személyzet talált rá a kicsavarozott ajtóra, meséli a lakásszövetkezet karbantartója. A csavarhúzós tettes a lépcsőházban a kaputelefont és az újságtartót is leszerelte, a mindössze 1 dróton lógó műszaki berendezést és a tárolót is már visszacsavarozták a helyére. Az elmondás szerint a 9. és a 16. emeleten ugye peskörös üvegek, cigarettacsékek, és azt nem tudom elképzelni, hogy az ott lakók semmit nem hallottak. Az rendben van, hogy nem mernek kijönni, de azért a 112-t mindenki ismeri. Ebben a házban 83 lakás van, nagy a jövésmenés. Hogy ki vagy kik randalíroztak itt a hétvégén, arról egyelőre nincs adat. Eléggé gyönge ajtó volt, és ezért a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy ugyanúgy, mint a hátsó ajtót, alumínium ajtóra cseréltessük ki. Ez meg is történt, még ki se fizettük, szerdán volt az átadás, és most a hétvégén történt ez a bizonyos baleset, hogy így mondjam, nem tudom, hogy lecsavarozták-e, mit csináltak, tokkal együtt az ajtót leemelték a helyéből. Még annyi szerencse van, hogy mondjuk nem rúgták be, és tették teljesen tönkre. Úgyhogy nem tudom, hogy mi volt, itt ennyi ember lakik, senki semmit nem látott. Biztonsági szolgálat is működik itt néhány órában, amit tudhattak a tettesek is, hiszen nem akkor követték el a rongálást, mikor az őrök erre jártak. A lakásszövetkezet a ház állagának megóvása érdekében kamerák felszerelését tervezi. A társasházakban egyre több rongálást tapasztalnak. Az ajtóknak a rongálása, olajfékeknek a rongálása, akkor a lépcsőház falainak a rongálása, ami hát egy lépcsőház festés mondjuk 1 millió forint, most kapásból mondom, egy 10 emeletesnek. Van olyan társasházunk, ami nem is 10 emeletes, 3 emeletes, tavaly festettem, és tényleg az én szívem fáj, pedig nem az én pénzem, hogy kerékpárt úgy viszik föl a 3. emeletre, hogy még a posta láda fölött is látni a guminak a szintjét. Ennél a Váci utcai 10 emeletesnél a szemetelés okoz gondot. A ház tövében lévő kis pihenőt a lakásszövetkezet a napokban tisztítatta meg a gyomtól és a hulladéktól, amely, mint látszik, újra gyűlik. Valószínűleg a közeli boltból származó italos üvegek, cigarettás dobozok és csikkek hevernek mindenfelé. A lakásszövetkezet elnöke azt kéri a lakóktól, figyeljenek jobban környezetükre, hiszen a rongálások javítása az üzemeltetési költséget növeli, amit nekik kell megfizetni.
Kedves nézőink, ezt a kis összeállítást a Bemlakás Szövetkezet elnökével, Beliznai Pálnéval közösen tekintettük meg. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, kezdi csokolom. Jó estét kívánok! Azért itt nagyon súlyos dolgok történnek. Most itt van ez a 14 emeletes épület. Én nem akarom megfejteni, nyilván az embernek nem is tudja megfejteni, de hát valószínűleg nem a lakók veszik le az ajtót, vagy milyen céljuk lehet azzal, hogy leszerelik, lecsavaroznak egy ajtót. Lehet, hogy illetéktelenek, akik szeretnék ott tölteni a lépcsőházban a mindennapjukat? Mi lehet az önsejtése? Nem tudom elképzelni. Ez egy új ajtó. Ennek az ajtónak a zárbetéte a régi ajtóval megegyezik. Tehát nem kellett új kulcs. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy kóddal is be lehetett menni, akinek kulcsa van, bár ahol kód van, mindig azt mondjuk, hogy ne a kulcsot használják, mert a kulcs egy idő után elhasználódik, és akkor nem nyitja az ajtót. Tehát azért van kód mindenkinek, hogy avval járjanak be. Ugye a kisebb társaságnál azért van jelentősége a zárnak, meg a kulcsnak, meg mindennek, mert vannak olyan társasházaink, ahol a lakók megegyeztek, és este 8 után bezárják kulccsal. Tehát ha valakihez jön valaki, akkor lemennek inkább, de akkor illetéktelen kevésbé tud bemenni. De nyilván egy ilyen háznál, ahol 83 tulajdonos van, ezt csak szorozzuk meg még egyel, de van, ahogy hárman vannak, hogy hát 500-600 ember lakik ebben a házban, hihetetlen. És itt van a város közepén, és hát védtelenek vagyunk. Az 500-600 ember közül, azt mondjuk, jó, fogadjuk el, hogy nem mernek szólni, hogyha hallják is, vagy nem merik bejelenteni. De mondjuk önnel egyiknek sincs olyan kapcsolata, hogy legalább a sejtésüket elmondják, hogy mit láttak, mit nem láttak, vagy azt nem mernek egymásra rábeszélni. Nyilván nem, de mi lehet? Nem nagyon ismerik egymást. Nekem az a véleményem, hogy pár család van, akik úgy ismerik egymást és beszélnek, tehát annyira a mai világban nincs az a szeretet, és nincs az a szomszédos jó viszony, mint régen volt, hogy azért ismerték, legalább egy szinten ismerték egymást. Számtalanszor van, hogy valamiért megy az ember, és akkor megkérdezem, hogy a szomszédtól tud-e valamit, vagy mikor szokott hazajön. Nem, ő azt se tudja, hogy ki a szomszédja. Tehát ez a teljesen elidegenedés. Én ezt veszem, sajnos. És félnek ott az ott lakók? És félnek. Én a lakóknak is elmondtam, nyilván egyedülálló hölgyek is. Azt mondom, hogyha valami zörgés, vagy valami olyat hallanak éjszakát, nyilván, hogy ne menjenek ki. De azért, ha egy kicsit hallgatóznak, és egy olyan sikoltozásra, mert ilyen is van, mert már olyan is volt, hogy végig csöpögött a vér, meg minden, tehát nekem kellett a hivatalos szerveket kihívni, akkor azért a 112-t mindenki be tudja mondani, és ez nagyon jó ez a szám, tehát nem kell akkor variálni, hogy kit hívok, hogy hívok, és tényleg nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon hamar reagál a hivatalos szerv, az ember beszól. Rendőrség mit mond, akár konkrétan erre az esetre? Azért nem tudom most pontosan, mert én akkor szabadságon voltam, ugyan én hívtam ki őket, de nem tartózkodtam Szombathelyen, tehát kollégáim voltak ott. Hát nyilván, hogy majd tanúként az embert behívják. Na most ugye, ahogy lehetett látni, az ajtó is ugye be volt feketítve, új lenyomatot vettek, mert le volt emelve, és sok új lenyomat volt, hogy ebből valamit tudnak-e kihámozni, nem tudom. Ott ugye van egy fészeksöröző, mondjuk azt, hogy kocsma. Én rendszeresen bejárok ebbe a kocsmába, nem inni persze, tehát ismerem információkat gyűjteni. Igen, ismerem azokat az embereket, akik ott rendszeresen ott vannak, tehát beszélő viszonyban vagyunk, tudják, hogy ki vagyok, tehát őrőlük a törzs vendégekről abszolút nem tételezem föl, hogy ezt csinálták volna. És az ajtók visszakerültek. Ez az most ajtó zárható. Mi a következő lépés? Milyen megelőzési módszereket tudnak alkalmazni? Elhangzott az anyagban, hogy kamerát szerelnek. Igen, fel. Már ugye, ki nézi ezt a kameraképet? Ugye, hol látják? Megvan a kamerarendszernek a szerelése, üzemeltetésnek a pontos szabályzata. Na most itt az első az volt, hogy a közgyűlésen döntöttek a lakók, hogy igen, investáljunk be egy kamerarendszerbe egyszeri, ugye nagyobb beruházás, utána pedig annak a figyelése. Na most csak az a
probléma idézőjelbe, hogy a szervezeti működési szabályzatot is módosítani kell. Na most megvolt májusban a közgyűlés, most nyári időszak van, ugye minősített többséggel lehet a szervezeti működési szabályzatot elfogadtatni. Uh-huh. Tehát ebben most meg kell várnom a szeptembert, amikor azért mindenki már itthon van, és akkor írásbeli szavazás, és utána tudjuk. Egy kicsit az most, hát nem így gondoltam én se, az OTIS-nak volt ott egy ügyeleti rendszere, ami 24 órás ügyeletet jelentett. Én az üzemeltetővel már megbeszéltem azt, hogy majd amikor kamerarendszer, már az építés meg minden történik, akkor ők esetleg figyelni fogják, nyilván ennek megvan az anyagi vonzata, de nem tudom, hogy milyen okból ez az OTIS ügyelet, ez elment onnét. Az önkormányzatnak a helyiségében működött, és teljesen máshova áttette a székhelyét. Talán ennek a nagyfokú rongálásnak egy kicsit ez is a negatívuma, hogy azért tudták, hogy ott van egy ilyen ügyelet. Ha nem is volt önnekik dolguk, de azért hallottak ott, és kiléptek, és... A felkonferálásban is, és a beszélgetés előtt is arról beszéltünk, hogy egyre több a rongálás, általában Igen. beszéltünk rongálásokról. Igen. Ez egy ilyen idézőjelben véletlen, hogy pont most a napokban történt egy ilyen eset, amiről most részletesen beszélhetünk. De akkor amiért betetszett jönni, és amiért arról volt szó, hogy erről beszéljünk, mik azok a további rongálások? Miért kell arról beszélni, hogy a lakás társasházaknál ilyen rongálások vannak? Mire kell gondolnunk még? Nem törődnek az emberek a környezetükkel. Sajnos ezt kell mondanom. Én nem akarok senkit megsérteni, meg azokat a kedves tulajdonosokat se, akik gondosak és vigyáznak a környezetükre, de nem ez a jellemző manapság. Tehát az egy-egy lépcsőházat kifestetünk. Van olyan, hogy két hétig olyan. A jó érzésű lakó azt mondja, hogy ne is tessék körülnézni, mert már rongálva van. Nem tudom, hogy ez az emberek... Mit jelent ez? Lerúgdossák a falat, lerúgdossák kerékpárral, tehát a kerékpárt is elég szélesek ezek a lépcsőházak, akár új háznál, akár réginél. Tehát nem úgy kellene a kerékpárt, ugye fölviszik a kerékpárt, ez is egy megoldatlan probléma. Nyilván nincs helylent, és hát egyik-másik kerékpáron van annyira értékes, hogy Igen, lehet, hogy senki nem meri lent hagyni. Ez mondjuk jogos. És fölviszik, és úgy viszi föl, nem a korlát felé, hanem a fal felé. És annyira nincs igénye, hogy most festettek, és szép a fal, hogy most már úgy csináltatom, hogy egy bizonyos magasságig le lehessen törölni, de a fölött. Tehát ezt azt tudom, vagy akarattal, vagy gondatlanságból. Akkor a kutyákról hadd ne beszéljek. Ugye most az a divat, hogy mindenkinek kutyája van, ha egy kutya van, akkor az még hagyján, de több kutyája van, na most a kutyának kutyaszőre van, és hát meg kellene nézni a lábtörlőket. Sajnos a takarítók állandóan jönnek panaszkodni, mert nem az ő kötelességük, hogy a lakóknak a lábtörlőjét például kirázzák, vagy a kutyákat úgy viszik, hogy a falnál, tehát lehet látni, hogy hányadik emeletig és milyen szőrű kutya van. Ez is egy ilyen. Ezekből a károkból adódó munkálatokat ki fizeti meg? A kedves lakók. A kedves lakók érzik ezt rögtön, hogy az ő pénztárcájukba vele nyúlnak? Nem akarják érezni. Mert nem. Nyilván a közös, amit befizettek, abból a keretből költik el, de ő azt a mindennapjában nem veszi észre, hogy elment egy ilyen közös költség. Egy mostani eseményt, Igen. ház nélkül, társasházról van szó. Ott kérték a lakók, hogy az utca legyen mindig föltakarítva, és a konténer mellett, ha véletlenül valami kiesik. És 13 ezer forint havi díjért vállalta volna a vállalkozó. Na most a vállalkozó, heti kétszeri seprés, a vállalkozó ebből az eszközöket megveszi, Igen. kifizeti a társadalombiztosítást és az egyéb dolgot, neki maradt pár ezer forint. Ezt a 45 lakó sokalta. Nem szavazta meg, mi történt. Utána jön a telefon, hogy menjek ki, áldatlan állapot van, fotókat csináltam, hogy áldatlan állapot volt a konténer mellett. Na most nyilván, hogy a szállító cég, amit megpupoznak, nem kötelessége elvinni, még az is oda kerül. Én plusz ürítést kértem, annak ára van.
akkor kértem egy embert, aki belerakta 3000 forintért a szemetet, volt egy irodai szék, azt már nem vitték el, arra külön fuvaros kellett, és rendeltem még egy plusz kukát, hogy kettőben rakják. Na most ezt összeadom, bőven több, mint 13000 forint. Na most ezért mondom, az ő pénzük, én ott el is mondtam a tulajdonosoknak, mert azért összegyűltek, hogy nem mindig ott kell spórolni, hanem ilyenen kellene. Remélem, hogy a továbbiakban majd sokkal pozitívabb dolgokról tudunk beszámolni, és elindul egy olyan kommunikáció a lakók között is, amivel talán előbbre tudnak lépni. Köszönöm, hogy itt voltál. Remélem. Én is köszönöm. Kedves nézőink, továbbiakban ünnepelni fogunk. A fennállásának 25. évét ünnepelte július végén a Kromberg és Schubert cégcsoport kőszegi gyártóüzeme, amely a világcég első kelet-európai egységeként telepedett meg Vas megyében. A gyártást 1991. szeptemberében 133 alkalmazottal kezdték meg. Ma már a vállalat a térség legnagyobb foglalkoztatója, sőt a létszám jelentős része szombathelyi. Naponta több tízezer termék készül a kőszegi Kromberg és Schubert Kft. Üzemcsarnokaiban. A gyár elsősorban európai vezető autógyárakat lát el. A kezdeti kábelgyártás után mostanra kibővült a termékpaletta, hiszen a fejlesztéseknek köszönhetően már nem csak személyautókba, hanem motorkerékpárokhoz, haszongépjárművekhez és munkagépekhez is gyártanak kábeleket, gumialkatrészeket. Német prémium márkáknak gyártunk kábelkötegeket, a fő profil továbbra is a kábelkötegeket, de minden egyéb más típusú terméket is gyártunk, ami az autóiparnak még szükséges. Tehát műanyag fröccsöntés van, gumi sajtológépek vannak, biztosítékházakat szerelünk, illetve a konszernbe különböző gumiszigeteléseket szállítunk. A Kromberg és Schubert Kft. 1991-ben 400 millió forintos beruházást hajtott végre Kőszegen, ahol éppen akkor kerültek válságba a textilgyárak, így 30%-os volt a munkanélküliség. Hiába mehetnek korkedvezményes nyugdíjjal a lakástextil vállalattól 40-50 évesen nyugdíjba az asszonyok, férfiak. Ez nem megoldás, de munkahely kell, és hát ez látszott az első lépésnek. Ugyanakkor szerettünk volna a kor kívásainak megfelelő autóipari üzemet hozni Kőszegre. Nem sok mindennel biztattak az első évbe, az volt az általánosan kialakult vélemény, hogy ugyan beindul, de egy-két év után biztos, hogy meg fog szűnni. Hát ez az egy-két év most már a 25. esztendőnél tart, hál' Istennek. Preininger Ferenc tanácselnökként, majd 2006-os nyugdíjazásáig cégképviselőként sokat tett a gyár Kőszegre telepítéséért, majd fejlesztéséért. A 25 éves jubileum alkalmából a Kft. Egyik osztrák ügyvezetője neki és a többi dolgozónak is magyarul mondott köszönetet. Szeretném ezúton megrágnati azt alkalmat, hogy a Kromberg és Schubert csoport nevében köszönetet mondjam. A kőszegi gyár 6 hónapos ausztriai betanulási időszakot követően 133 fővel kezdte meg a termelést. A Kft. Első munkavállalója Pötli Vilmosné volt, aki nyugdíjba vonulása után is szívesen emlékszik a kezdetekre. Szólt a Preininger úr, hogy lenne egy munkahely itt egy leendő gyárba, mondta, hogy kb. 300 ember lesz a maximum, a régi cégnél is kb. Ennyien voltak, mondom, azt meg tudom csinálni, mert ugye kellett egy munkaügyes, egy bérelszámoló, meg STK-s, és ugyanezt csináltam, és elvállaltam. És akkor az elején március 4-én indult az első csoport, és ugye akkor otthon csináltam, meg a Preininger úr lakásán, munkakönyveket ottan pecsételtük, mert akkor még munkakönyvek voltak a 45 embernek. Következő hónapban jött a másik 45 ember, annak úgy szintén, és minden hónapban, hogy Ausztriából megkaptam a papírokat, hogy ki mennyi dolgozott, és számfejteni kellett. A kezdő létszámból 23-an még mindig a vállalatnál dolgoznak. Nekik, tehát a törzsgárdának, Wolfgang Tupi és Gottfried Schrödl ügyvezetők oklevéllel és ajándékcsomaggal mondtak köszönetet hűségükért. Valamit jelent az, hogy az ember 25 éve itt van. Én most is 25 év után is azt mondom, hogy munkámat szeretem. A munkámat azt szívesen végzem. A raktár területén dolgozom, szeretek segíteni. Tehát szeretem, hogyha ki tudom szolgálni a termelést, tudok segíteni a fiatal kollégáknak.
Hát azt nem tudom, megérem-e, hogy nyugdíjba is innét megyek, de egyelőre nincsen tervem változtatni. Szalagon kezdtünk dolgozni, de egy 2 hónap után kiválasztottak, gondolom a szakmám miatt, és a minőségbiztosításhoz kerültem. Ott dolgoztam 2-3 évig a minőségbiztosításnál, aztán átkerültem a karbantartó részlegre, mert elektronikai műszerész a szakmám, és azóta ott dolgozom. A kábelkötegek ellenőrzéséhez használt prüfasztalok, vagy ellenőrző asztalokat programozom és javítom azóta. Úgy gondolom, hogy nagyon jól döntöttem, és még ameddig itt van ez a cég, szeretnék itt dolgozni, itt helyben Kőszegen, mivel kőszegi is vagyok. A vállalat a 25 év alatt folyamatosan fejlesztett, szinte minden évre jutott egy-egy fontos mérföldkő. 2010-ben már évgyára lettünk, ez nagy elismerés volt a cégcsoport részéről, elkezdett megugrani a létszámunk, tehát az utolsó létszám, legkevesebb létszám az a 2004-es évek voltak. És azóta azt lehet mondani, hogy töretlenül megyünk előre, minden évre jut egy kis változás. Most 13-as évtől ismét egy ilyen stratégiai termékváltás van, azt lehet mondani. Ez a klasszikus kábelgyártás egyre kisebb területet, egyre kisebb termékek mennyiséget gyártunk, és az új termékek veszik át helyette, amik speciális termékek, a koncernben mi gyártjuk egyedül, és hát ezek már több gépet igényelnek, több hozzáadott értéket, több szakmai tudást a dolgozók részéről, nehezebb termékek. A cégcsoporton belül 2-szer is elnyerték az évgyára címet. A vállalat jelenleg több mint 900 főt foglalkoztat, nem csak a környékből, hanem Szombathelyről is. A nyári grillparti hagyományát 2013-ban élesztették újjá, többek között azért, hogy a kollégák ne csak munkakörnyezetben, hanem a fehér asztal mellett is folytathassanak baráti beszélgetéseket. A finom ételek és italok mellett idén sem maradtak el a szórakoztató programok, hiszen a Kronberg és Schubert Kft. Munkatársait Nagy Jonatán bűvészsója és latin tánc bemutató is szórakoztatta. A grill és születésnapi parti csapatépítő és közösségépítő programjait nagyszabású tűzijáték zárta. Kedves nézőink, nagyon lehűlt a levegő mai nap, de nem csak ezért, vagy nem ezért beszélgetünk a távhővel az aktuális kérdésekről. Vendégem a stúdióban Kocsistó Tildikó, a Szombathelyi Távhőszolgáltató sajtóreferense. Szervusz, jó estét kívánok! Hanem a költségosztás van a mostani, vagy mostanában az időszak, amit is jelent pontosan, hogy költségosztás, hát ha vannak olyanok, akik hát évről évre találkoznak a kérdéssel, de mindig elfelejtik, ilyen például a műsorvezető is, mindig aktuálisan szereti ezt felfrissíteni. Tegyük helyre, mit is jelent ez pontosan? A távhő fűtési időszak alatt az ingatlanok között légtérfogat szerint osztja szét a fűtési költséget, tehát a hőmennyiséget. De azokban az ingatlanokban, ahol vannak ilyen költségosztó készülékek felszerelve, ott évente egyszer az ezzel megbízott cégek ezeket leolvassák, és készítenek egy elszámolást, ugye ebben tudnak érvényesülni az egyéni fogyasztások, ez a költségosztó elszámolás, és ez azért aktuális most, mert ebben a hónapban, augusztusban elég sok épületbe ki tudtuk küldeni őket. Ez minden költségosztó elszámolás most készül el? Nem, voltak olyanok, amik már júliusban elkészültek, illetve vannak olyanok, amik majd a következő hónapokban fognak. Ugye a költségosztást a lakóközösség által megbízott cégek végzik. A költségosztás eredményét megküldik a lakóknak, illetve a közös képviseletnek. A közös képviselet juttatja el hozzánk és rendeli meg a kiszámlázását, tehát mi akkor tudjuk ezeket a számlákat kiállítani, amikor ezek az adatok megérkeztek. Amik az augusztusi számlázásig megérkeztek, azokat most mind ki is küldtük, és ahogy a továbbiakban érkeznek, úgy feldolgozzuk őket és továbbítjuk számlaformába az ügyfelek felé. Tehát akkor van itt egy költségosztó cég, aki küldi az adatokat, tehát ebben a rendszerben akkor van egy harmadik szereplő is. Gyakorlatilag akkor ő hozzá is nyugodtan fordulhat a kérdéseivel a felhasználó? Így van, hogy a költségosztó cég nekünk a végeredményt küldi meg, hogy egy adott ingatlan hány gigazsúl hőt fogyasztott. Hogy ő ezt hogy számolta ki, milyen értékeket olvasott le a lakásban, milyen korrekciókat használt, milyen egyéb számítások vannak, ezeket ők ismerik. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatosan van kérdés, akkor mindenféleképp őket érdemes megkeresni, hisz ők tudják megadni a válaszokat, hogy mi segítsük a lakókat ebben, minden költségosztó számla mellé küldünk egy tájékoztató levelet, és abba az adott lakásban
szakmában tevékenykedő költségosztó cégnek minden elérhetőségét meg is jelöljük, tehát a számlák mellett kereshetik nyugodtan a lakók ezt a levelet, és az alapján tudnak tájékozódni, telefonálni, levelet írni nekik. Jó, tehát akkor a költségosztó elszámolásra most külön számlát fognak kapni a lakók, hogyha megtakarításuk lett, akkor ezt azonnal visszakapják? Így van, két számlát fogunk küldeni, egy tárgyhavit és egy költségosztót. Akinek megtakarítása lett, elsődlegesen kiegyenlítettük a tárgyhavit, és hogyha maradt túlfizetés, akkor ezt azonnal vissza is utaltuk. Csekkes díjfizetőknek postán, csoportos beszedés esetén pedig a folyószámlán már ott is van az összeg. És akinek nem lett megtakarítása, vagy nem fedezte a tárgyhavi számlát, két csekket kap mindenképpen? Ugye lehet olyan eset, hogy a tárgyhavi számlának is befizetendő lett az összege, illetve a költségosztó elszámolásnak is. Ez esetben akkor mind a kettő számlához csekket küldünk, amennyiben csekkes díjfizetés. Hogyha pedig csoportos beszedés, akkor a két összeget emeljük le a folyószámláról. Hogyha mondjuk az egyikből megtakarítás lett, a másikból befizetendő, akkor részben ki tudtuk belőle egyenlíteni, akkor a különbözetről küldünk csekket, illetve csoportos beszedés esetén a különbözetet emeljük le a folyószámláról. És hogyha valakinek mondjuk a nagyobb összeget kell befizetnie, az kérhet esetleg valamilyen kedvezményt? Természetesen. Az év során ugye van több különböző részletfizetési lehetőségünk is. Ezek is az ügyfelek rendelkezésére állnak, de van egy speciális, kifejezetten a költségosztás miatt létrehozott részletfizetésünk. Ez egy 3 havi kamatmentes részletfizetés. Ez itt azt jelenti, hogy ugye csak a tőkét kell megfizetni 3 részletre elosztva. Ennek annyi feltétele van, hogy más hátraléka nem lehet az ügyfélnek, és akkor az ügyfélszolgálaton tudja ezt kérni személyesen. Az első részletösszeget is be kell fizetni akkor, amikor a szerződést megkötjük. És én fontosnak tartom elmondani, hogy ennek semmilyen minimum korlátja nincs. Tehát mindenki saját maga ismeri, hogy az ő költségvetésében mi az, ami megterhelő. Ha ő úgy érzi, hogy neki egy összegben befizetni megterhelő, még ha úgy is gondolja, hogy ez egyébként nem egy olyan nagy összeg, nyugodtan jöjjön hozzánk, mert ezzel a 3 havi részletfizetéssel biztos tudunk akkor segíteni. Ez az egész nagyon logikusnak és nagyon jól átgondoltnak, felépítettnek tűnik, és azt hiszem, hogy ez valóban így is van, de néha az ügyfélnek is nehézség ezt követni, és előfordulhat, hogy nem mindig egyet ért egyet azzal, amit akár ebbe a leírásba megtalál, akár ami a csekken szerepel, mert vagy azért, mert nem figyelt oda, vagy azért, mert lehet, hogy jogosan ő teljesen máshogy gondolkodik, és az is logikus. Tud valahol panaszkodni? Könnyen lehet orvosolni az ilyen esetek, mert gondolom az ügyfélszolgálaton megkeresik önöket ezzel, vagy megkeresnek titeket ezzel. Természetesen van lehetőség jogorvoslatra, és valóban, hogyha valaki úgy gondolja, hogy valamilyen hibát észlelt ebbe az elszámolásba, akkor a költségosztó cég felé tud ilyen panaszt tenni. Ugye érdemben ők tudják kivizsgálni, mi azt tudjuk megnézni, hogy mi a számláztuk ki, ami hozzánk beérkezett. A hátterét ők tudják kivizsgálni, és hogyha valaki írásban megkeresi a költségosztó céget ezzel, és kér mondjuk egy felülvizsgálatot az elszámolásra, és ennek a levélnek a másolatát eljuttatja hozzánk is, akkor mi egy úgynevezett jogorvoslati haladékot tudunk adni. Ez azt jelenti, hogy amíg a cég kivizsgálja, hogy valóban jó volt-e az elszámolás, addig neki nem kell ezt a tartozását megfizetnie, és aztán attól függően, hogy mi lesz a kivizsgálás eredménye. Ha befizetendő lesz, akkor meg kell fizetnie, ha pedig esetleg módosításra kerül a számla, akkor természetesen a számla módosítást megvárjuk a befizetéssel. Kicsit az időjárással humorizáltunk itt a beszélgetés elején, valóban lehűlt az idő, még nem ezzel foglalkozik a távfő, ugyanakkor pedig meg mégis már foglalkozik, gondolom, azzal, hogy hát pillanatok alatt itt lesz a szeptember, ami már a fűtési időszak elejét jelentheti. Hogyan függ össze most így az augusztus? Hát most már nem mondom, hogy az eleje, mert egy jó hét már eltelt, tehát itt bizonyos szempontból lehet, hogy már a lakóknak is kell készülni a fűtési időszakra, olyan értelemben, hogy lassan már nem nagyon nyúlhatnak hozzá az otthoni radiátorokhoz vagy csövekhez, mit kell tenniük a lakóknak, mit kell befejezni, vagy mire van még inkább lehetőségük. Lehet, hogy fordítsuk meg inkább így, mert talán az pozitívabb. Tehát mi az, amire még van lehetőségük, viszont csinálják meg. Valóban lassan-lassan közeleg a fűtési időszak, tehát kell már erre gondolnunk. Van még lehetőség ezekre a munkákra, ugye korábbi adásokban beszéltünk arról, hogy ürítést tudnak kérni a lakók, és akkor munkátokat végezhetnek a fűtési rendszeren. Készülünk mi már a fűtési időszakra, és a hónap végéig jó lenne ezeket a munkálatokat befejezni. Nagyon sok megrendelés érkezik ilyenkor.
tipikusan általában egyébként július vége, augusztusban érkezik a legtöbb ilyen gondolata lakóktól és megkeresés, hogyha valakinek még van ilyen terve az idei nyára, hogy mondjuk radiátort szeretne cserélni, akkor minél hamarabb keressen meg minket, hogy még egyeztetni tudjuk ezeket az időpontokat, mert már az ürítésre is általában egy hét múlvára tudunk időpontokat adni, hogy még legyen idejük dolgozni, visszatölteni, és aztán szeptember 15-ig még ki tudjuk légtelenteni a rendszereket, hogy gördülékenyen menjen majd a fűtésindulás. Ez a lakóknak a része, mivel kell készülni már a távhőnek a fűtési időszakra, tulajdonképpen ezeknek a feladatoknak a koordinálásával, vagy már egyéb felméréseket is végeznek, vagy nem tudom milyen belső feladataik vannak, ami már bizony-bizony az őszre, a télre vonatkozik. A karbantartási munkák zajlottak folyamatosan a nyár folyamán, ezek is most már kifutóban vannak, tehát ezeknek is le kell majd záródnia addig, hogy fűtési időszak megkezdődjön és biztosítani tudjunk. Ugye ilyenkor a nyáron hőközpontokban, kazánházakban is végzünk karbantartást, és ilyenkor már valóban augusztus végén, szeptember elején mi is arra készülünk fel, hogyha jön egy rossz idő, akkor tudjuk biztosítani a szolgáltatást, akár szeptember 15 előtt is volt az előző években ilyen példa, de én azért most még bízom benne, hogy visszajön jó idő, hogy most még erről nem kell majd beszélgetnünk, de mindenképpen arra bátorítom a lakókat, hogyha van ilyen elképzelésük, hogy még dolgoznának az idén, akkor azt még a fűtési időszak előtt gyorsan tegyük meg, beszéljük meg, hogy mindenkinek tudjunk ebben segíteni. Az itteni beszélgetéseknek most már az a tapasztalatom, hogy egyre jobb a viszony a távhő és az ügyfelek között. Tehát, hogyha mondjuk csak az ügyfélszolgálatra befárad egy ügyfél, és ott információt kér, már a környezet is olyan, ahol jól érezheti magát, a távhő kifejezetten, itt a Szombathely távhő kifejezetten foglalkozik azzal, hogy minél pozitívabb legyen. De nem állunk meg az ügyfélszolgálaton, hanem most már a tervek, nem csak tervek, hanem erre már jó példák is vannak, picit beszélgessünk erről a beszélgetésünk végén, hogy egy közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki az ügyfelekkel, tehát különböző rendezvényeken is találkoznak a kedves kollégák a felhasználóval. Milyenek az eddigi tapasztalatok, hogyan fogadnak benneteket, illetve milyen lehetőségek lesznek, még milyen programokon találkozhatnak majd veletek az ügyfelek? Az ilyen rendezvényeken én személyesen is mindig ott voltam, és hát én is nagyon jó tapasztalatokkal érkeztem onnan haza, és most a hétvégén a Jóskoronapokon is szintén kint leszünk, én magam is kint leszek. Az ilyen kitelepülések egyrészt lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is tudjunk beszélgetni, hogyha valakit érdekel bármilyen a távhőszolgáltatással kapcsolatos téma, akkor azt ott át tudjuk beszélni. Ugye rengeteg gyerekprogramot viszünk, tehát a gyerekekhez is el tudunk jutni egy-két gondolat erejéig, persze mindezt hangulatosan, egy kellemes élménnyel, egy ajándék, amit hazavisznek, úgyhogy most a Jóskoronapokra is ilyet tervezünk, aki kilátogat, már pedig nagyon jó programok lesznek, ahogy láttam, úgyhogy szerintem sokan jönnek, reméljük az idő is, majd ennek fog kedvezni, az mindenképpen jöjjön el a távhősátrához is, mert most is meglepetésekkel készülünk. Köszönöm szépen, és tényleg nagyon jó időt kívánok, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ma esti adásban ennyi fért, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.